Volt, hogy együtt, volt, hogy külön-külön, de a kaposmenti kistérség és vezető szerepet betöltő városa Dombóvár évek óta jelen vannak a megyei értéknapon, felvonultatva a térség értékeit és népszerűsítve a helyi kézműipar remekeit. Így volt az idén is, már csak azért is, mert a Dombóvár számára különleges megbecsülés is jutott, hiszen a város ismert cukrászának, Rákóczi Jánosnak remekbe szapott édessége, a Rákóczi túrós, bekerült a megyei értékek lajstromába, sőt, a Hungarikum díj kapujában is áll. Mindenféleképpen nagyon fontos, hogy megmutassuk az értékeinket, hiszen egy olyan csomó darab kerül ilyenkor elő, amivel nekem is számomra is új, hiszen a településeink készülnek erre a napra. Nagyon fontos, hogy a gasztronómiai értékeken túlmenően kulturális értéket is tudunk bemutatni, hiszen azt gondolom, hogy a múltunkat nem szabad elfelejteni, és nem véletlenül szorongatom a kezembe ezt a kiadványt, hiszen évről évre készülnek olyan kiadványok, amely a térség múltját idézik. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk a múltunkra, hiszen abból tudunk építkezni, és a jövőnket is meg kell, hogy határozza a múltunk. A települések összefognak ilyenkor, több település itt van, ugyancsak három standot működtetünk az idén, nyilván ez betudható ennek a pandémiás időszaknak, és a zártság még mindig jellemző akár ránk is. Remélem, hogy ez egy múló rosszul lét, és jövőre 16-ból 14-en itt fogunk lenni, de azt látom, hogy aki itt van, mindenki jól érzi magát, mindenki büszkén áll a standja mögött, teszem ezt én is, hiszen be tudjuk mutatni Dombóvár értéket és a dombóvári kistérség értékeit. 19-ben és 20-ban is volt szerencsém részt venni az előző két rendezvényen, és igen erősen nehezményeztem, hogy a dombóvári járásból senki nem kapott, hiszen a Rákóczi túrós, miután a Hungarikum kiskapujába áll már, azt gondolom, hogy érdemes erre, és nyilván nagyon egyszerű volt az értéktárbizottságot meggyőzni arról, hogy fontolják meg, és figyelmük ajánlottam a Rákóczi túróst. Gábor Sándornak köszönhetően az idén Tolnai Krum lesz a Rákóczi túrós. Gábor Sándornak köszönjük ezt a munkát, amit az miatt tett, hogy ebből Tolnai Krum legyen, és remélem, hogy 2022-ben Hungarokom is lesz belőle. A kurdiak standja minden esztendőben az értéknap egyik éke. A településen működő kézművesek termékei adják a díszítést, nem titkoltan azért, hogy a település vezetése ezzel is segítse az előállítókat. Olyan ismerős arcok jönnek vissza, akiket nem név szerint ismerünk, de tudjuk, hogy minden évben megjelennek a standunknál, és minden évben jót beszélgetünk. Ugyanúgy vannak nyilván ismerősök is, akikkel pedig akár a települések problémáiról is tudunk ilyenkor egy évben egyszer beszélni. Közben megkóstoljuk egymás finomabbnál finomabb helyi termelői palatkáit. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alkalom ez a barátság ápolására. Annak a néhány termelőnek, akik a településünkön foglalkoznak állattartással, kenyérsütéssel, megpróbálunk segíteni azzal, hogy elhozzuk a termékeit, hogy mások megismerhessék őket, esetleg többen kedvet kapjanak ehhez. Tehát úgy gondolom, hogy nem sokan vannak kurdon, akik foglalkoznak kistermelői tevékenységgel, de azt a néhányat viszont megpróbáljuk valamilyen szinten promotálni. Az értékmegőrzés és a gazdaság kapcsolata minden esztendőben témája a rendezvénynek. Nagyon-nagyon fontos, tehát nagyon örülünk annak, ott helyben kurdon, hogy vannak olyan emberek, akik tartják a disznót, és utána feldolgozzák ki ezt termékké. Ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog. A szomszédvár Gyula is büszkén mutatja meg az érdeklődőknek az elhozott termékeiket, kiadványaikat. Büszkék is vagyunk pár termékeinkre, amit itt a közmunkaprogramban termeltünk a zöldséges kertekbe. Itt van egy pár szép termékünk, ha a képen majd látszik is, én gondolom a hagyma, a fokhagyma, a borsó, és tényleg örülök neki, hogy ilyen helyeken is részt vehetünk, és megmutathatjuk, hogy a kis településeken hogy működnek ezek a dolgok, és így talán jobban képbe kerülünk a megyébe, meg az országba, jobban megismerik Gyulait is. A Nemzeti Művelődési Intézettel is jó a kapcsolatunk, és próbálunk mi is ilyen értéket teremteni, van több érték, csak ilyen gyulaikum, hogy úgy mondjam, még igaziból nem alakult ki, de rajta vagyunk, hogy ezt is összehozzuk.